Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk az Ara Let's Play sorozatunkat Ausztráliával. Ottól legutóbb hagytuk. Növekedett Flindersnek a szintje. Az jó. Az nem szar. Igazából itt sokszor csak találom rá bökökre, hogy merre menjünk, mert most kifejezetten nincsen célom vele. A tengerek azok jók, mert azok alapvetően szinte maguktól termelnek dolgokat. Nyilván nem tökéletes. Mert az lenne a legjobb, hogyha még lenne ott valami, ami... amit ki is nyerünk belőle, nem csak a yield, de it's fine. A gyűlésteremben azt nézem, hogy nagyon-nagyon lassan termelnek, mert már elfogyott a nemes fém. Sose volt. Oké, ékszer, abból most van abból nincsen fogyasztás. Senki nem használ ékszert. Az ékszer az amúgy ad jólétet, ami fontos lesz a későbbiekben. Most már termelünk drága követ. Akkor így szerintem jó lesz. De erre vissza kell néznünk a következő körben, hogy ez hogy nézik ki. Mi ez a gurmé kajával? Szarvas hús, azt nem lehet adni. Tartósított húst. Elvileg az sem. Pedig ez nem igazán jön ki így annyira, hogy miért nem. Mindegy, egy szakértőt oda küldök. Abszolút semmit nem növelt. Akkor nem küldök oda. Most kezdi probléma lenni a kaja. Ez a részem. Minusz 9 kaja. Igen, és akkor az épület az is öntözéses gazdaság. Elég bosszantó amúgy. Nem is bosszantónak mondanám, csak kényelmetlen, hogy a... ez nagyon jó hely. Hogy az épületek, meg az egységek is ABC rendben vannak, azt szerint, hogy mondjuk fejlesztési... kifejlesztési idő, tehát hogy mikor lett ez kikutatva, az alapján lennének. Mert így nehéz megtalálni azt, vagy kategória szerint nehéz megtalálni azt, hogy mi az újdonság. A Colondierben van elkészült a halászhajó, ugye ez mostantól kezdve halat termel, ami egyenlőre jó. Colondierba pedig meg kell, hogy kapja a lakóházakat. Mert szintén ez most le van kicsit korlátozva ezáltal. Az élvezeti cikk pedig akkor ne is a növekedésre menjen, hanem mondjuk a gyógyegészség, az is mondjuk növekedést ad. Akkor legyen ékszer. Tehát ő kapja meg az ékszert. És azt nézem, hogy közben valaki megkaphatná, tehát a gurmé kajából tudunk fogyasztani. Elvileg 0.1 termelődik körönte. Szerintem ez kamu. Szerintem annyi nem termelődik. Griffith, az amit ígértünk, azt megkapja. Meg egy szakértő is. De mindjárt berakom egy városba, és akkor kiderül, hogy mik az igazi számok. Vagy ha majd lesz hely egy városban neki, nem mindjárt. Azért nem dobok ki semmit miatta. De fog növekedni a város szintje, nem sokára valamelyiké. Arhangelsz törzse, nagyon szeretném, hogy jól legyen a kapcsolatunk, nagyon fontosak a számomra. Hát itt meg már mindent felfedeztünk, amit fel lehetett, tehát itt nem tudtok kezdve, csak kolbászol körbe-körbe ez a felderítő. Nem tudom, van-e autó... Ó, van automatikus felderítés, jó. Hát ezt akár be is kapcsolattam volna. Ezt csak akkor szoktam, hogyha tényleg nincs mit csinálni, mert én jobban szeretem manuálisan felfedezni a dolgokat. Na azt mondja, hogy ez a terület, amit én kinéztem itt magamnak, ez amúgy tök jó. Úgyhogy Timbuktu lesz az új városunk. Van sok minden. A környező területek azok szintén kecsegtetnek sok jóval. Úgyhogy hajrá Timbuktu. Város megalapítva. És elkészült a gyűlésterem. Mindenképpen szükség lesz neki valami kajára. És akkor te megkaphatod a gurmi ételt. De most biztos, hogy a gurmi ételből van elég? Mert szerintem nincs. Most azt írja, hogy plusz egy, mínusz egy. És hogy nulla körülött kimerül, szóval nagyon-nagyon vegyes gyeleket ad nekem ez a játék. Hát erre kíváncsi leszek, erre vissza kell néznünk, hogy itt a gurmékhaja az működik-e neki. A másik opció, hogy lakomát rakunk be. A lakoma nem annyira jó, de az sem rossz. Illetve azt megtermeli magának. Szerintem terveljünk amúgy törvénykönyvet is.
ehhez csak egy szaros fa kell, meg egy darab anyag, meg egy kaja mondjuk, és négy körülött letermelődik egy törvénykönyv, tehát az tök jó. Canberra pedig tétlen, mert szerintem elkészült egy fejlesztett ilyen öntözéses tingi, és azt mondtam, hogy kell majd fa, mert a fából most nem állunk annyira úgy, de szuper jól. Meg majd egy város is lerakhatnánk még. Fakitermelő telep. Igen, annak a magasabb szintje még le van zárva. Azt nézem, hogy van olyan terület, ahol kifejezetten sok fa van. Hát volt egy itt, de ezt már beépítettem. Szóval... olyannal kell beérni, ahol nincsen annyira sok fa. De azt meg nem szeretnék. Akkor nem itt fog megépülni a fakitermelő üzem, tehát hogy velem lehet beszélni. Halászhajó, azt mondjuk nem lehet, nem tudom, miért nincsen kiszürkítve. Kőfejtő, malom. Malom! Na, malom az papírtermel például. És ez tök hasznos. Palota. Plusz egy városkorlátot ad a palota. Plusz 50% adójövedelem minden kör során. Jó, akkor a palota nyert. Ez nem is kérdés. Ebből összesen egyet lehet megépíteni egyébként. Van-e valami, ami miatt a belvárosba kell építenem? Igen. De szerintem a belváros... még van talán egy hely. Ez talán belvárosi hely. Szuper. Akkor ez nagyon hasznos lesz, mert 5 életminőséget javít. Timbuktuban pedig, hát a cél az lenne, hogy növekedjünk. Ahhoz pedig kaja kéne. Viszont ezek a területek nem annyira jók ehhez. Egy öntözéses gazdaság azért lejöhet. Csak ezen a területen mindössze 4 ilyen izé van. Tehát az meg olyan szempontból nem jó. Lakóház. Építsünk egy lakóházat, és akkor azzal most nem kell igazából sok mindent csinálni. El is fog készülni megfelelő kör alatt. Amíg majd kiterjeszkedik a város. Na most, aktiválódott a gurméci tingi. Szerintem nem lesz elég a gurmé kajából. Szerintem pazudik a játék. Szerintem nem lesz elég. Hiába mondja azt, hogy lesz elég, szerintem nem lesz elég. Következő vallásos ige. Hány vallásos igénk lehet? Mert kicsit soknak érzem most már. 25% a proféta választására. Nem tudom, mi ez a proféta. Úgyhogy inkább 5 boldogság. Mennyei himnusszal. Megvan az ösztöndi könyv, iskola, könyvtár, Celsus könyvtára tudás begyűjtése. Mostantól a várossal is tudunk tudást termelni. Nem csak kaját. Nem csak aranyat. Ugye van ez, hogy amikor nem tudunk mit építeni, és egységeket csak tudunk nagyon létrehozni, akkor lehet azt, hogy akkor jó, akkor építsünk ilyet. Okay. Griffith. Griffithben még mindig vannak kiaknázatlan dolgok, úgyhogy jöhet egy rizsföld. A rizsföldről lehet behúzni rizsszemet, lehet élelmet és lehet malátát. Mondjuk ez azt hiszem pont változott most. Talán már rizsszemet nem ad. De ugye régi verzión játszunk ilyen szempontból. Varjú indiánok, ostis. Hát egészségetekre váljék. Én örülök, hogyha ti örültök, hogy találkoztunk. Tárgykészülés befejezve, városszín növekedés és követelés létrehozva, Timbuktu szépen fejlődik. Na kérdés, hogy merre haladjunk? Hát talán az lenne a legjobb, hogyha itt nem zárnának el minket a szomszédok. Úgyhogy Újbanamba és Kéniebe a cél. De Kéniebát be tudjuk húzni már most. Mennyi idő kell még Kolondiébának? Még 21 kör. Gee. Azt mondom, hogy elég sok kör. Speaking of, vadásztábor. Szóval az elég sok kör. Ha viszont a Timbuktuval ezt választjuk, ezt a területet, Kéniébát, akkor muszáj lesz a következőnek meg Újbanambát választani. Én remélem, hogy nem Kéniébát húzzák be. Menjünk Újbanamba irányába. És akkor utána majd meglátjuk, legalább lesz választás a következő alkalommal. Az új mestermű, ami elkészült, az... Tipitaka. Ó, tudom, ez alapján fociztak a Barcelonában a 2000-es évek közepén végén. Nagyon jó volt. Elkészül egy lakóház, meg is kapja rögtön a szőnyeget, és akkor kosarat,
vagy dekoratív vázát. 5 boldogság az egyik, a másik egy termelés. Boldogságból maximum vagyunk, úgyhogy kosarat fognak kapni. És az, hogy mi épüljön oda, azt meg már kiválasztottam az előbb. 3 fejlesztés is elkészült, ez egy nagyon jó kör volt. Az egyik a palota. Igen, csak megnövel a jövedelmet elméletileg. Mert ezzel nagyon sok feladatunk nincsen, ebben nem tudunk mit berakni. A vadásztábor szintén ilyen. Most már nagyon sok szörmét termelünk. Hát nem nagyon sokat, de hogy most már azért szépen termeljük a szörmét. És az öntözéses gazdaság, ide pedig tudok rakni egy ekét, hogy gyorsabban haladjon Flindersben. Ami azt jelenti, hogy ezekre a helyekre mindjárt rakni kell új építkezéseket. És a Canberrában az előbb azt mondtam, hogy itt épült meg a palota. Azt mondtam, hogy szükség lenne fakitermelőre, de nem jók a területek hozzá. Úgyhogy helyette patika. A patika még nem tud termelni gyertyát. Akkor nem patika. Akkor tímár műhely, mert az viszont nincsen. Azt hiszem. Ja, tímár műhely. Csoda is lehetne. Egyébként persze. Másik a takács. A takácsunk már van. Tímár műhely viszont még nincsen. Ide. Nem szívesen, de oda. És másik pedig Flinders. Flindersnek van olyan területe. Oda. Ah, nem. Bocsi, mégsem. Azt akartam mondani, van olyan terület, ahova mehet a fakitermelése, nem? Mert már itt, már ezen az egyetlen elérhető üres részen Darwinban már ott van egy fakitermelő üzem, úgyhogy ez nem az igazi. Akkor csak simán gyöntözéses gazdaság lesz valahova, ahol jó a yield. Elég sok helyen jó a yield. Itt azért nagyon jó területekkel van körbevéve. Melton! A Meltonot tudja, hogy van olyan, ahol... Á, nézzétek mennyi jó fa! Na, ez kell nekem. Ide, Yondalubba. Fakitermelő terep, tökéletes. Nagyon szépen fogja azt termelni a fát. Nem azt mondom, hogy kevés fánk van. Nem az igazi. Közben mivel elkészült a palota, ezért ez sikeres küldetésnek számít. És szerintem az ad presztízs pontot. Vagy akárminek is hívják ezt. Itt meg felfedezzük a hátralévő szigeteket. Mérnöki tudomány. Beton, fogaskerék, üveg. Elgem amfiteátruma, bánya. A bánya az egy fejlesztés. A kőfejtőnek a magasabb szintje. És szilikát. Oké. Egyenlőre a beton már használható lesz egy-két helyen. De igazából, ahol majd tudjuk használni, az majd kicsit később lesz. Az üveg pedig még később. Tehát ezek még nem azok, amiket már most azonnal tudunk használni. De hasznosak lesznek. Tehát, hogy kétségtelenül. Ránéznék itt most közben a fogadóra. Van-e valami, amit be tudunk rakni ide? Szarvas hús, azt hiszem továbbra sem. Ez továbbra sem, semmi sem továbbra sem. Gazdaságot lehetne esetleg berakni oda. Ennyi. Vallásokat prédikálják. Helyes. És növekedett a szintje Meltonnak. Ami egy új területtel és egy új szakértővel jár. Akkor most hozzuk be a juhot, vagy a juhot adó területet. Esztétikailag is így néz ki a legjobban. És kapjon mondjuk a plusz 5 egészség, az jöhet, és ennyi volt az összes dúd, akit rá tudtunk állítani a dologra. Itt a mennyit készül még a dekoratív váza? Figyelj, én azt mondom, készüljön még egy. Mert így, hogy ugyanarra a slotra megy, mint a már meglévő kosár, így annyira nem izgalmas, mint én elsőre gondoltam. Felépült a Timbuktuban a lakóház, akkor ők meg is kaphatják a szőnyeget, megkaphatják a kosarat, vagy dekoratív vázát. Max a boldogság, úgyhogy kosarat fognak kapni. Ezek pedig még nem elérhetőek. És akkor következőnek pedig egyértelmű, hogy jön a juh öntözéses gazdasággal. Meg mindenre együtt. Ez 3 körig aktív még. Ez a gurmé ételek. Utána viszont muszáj leszünk lecserélni, mert el fog fogyni. Hiába azt jelzi a játék, hogy nem fog elfogyni, el fog fogyni. Mert a másik helyen meg azt jelzi, hogy el fog fogyni, és én annak hiszek. Canberra, új adható tingi.
Még egy kenyér is mehetne Canberrába. Akár, de helyette... Hát boldogság az viszonylag oké, és ékszer? Mondjuk az is boldogságot ad. Tartósított hús. Perfekt. Várj, perfekt? Igen, perfekt. Még így is pozitívban maradok vele. Ez meg... Ó, most már tengerre tudsz állni a felfedező. Ezt elfelejtettem, hogy van ilyen is. Aréna is felegvár a következő kioldás. Kicsit túl gyorsan oldjuk ki a technológiákat. Itt van egyébként egyfajta balanszbeli probléma. Nem tökéletes a balansz, mert a technológiák nagyon gyorsan oldódnak ki. Ahhoz képest nagyon lassú az építkezés, és nagyon kevés városunk van a nap végén. Tehát nem fogunk tudni csak nagyon... Tehát mindent nem fogunk tudni megépíteni semmiképpen. Melton kap egy törvénykönyvet. Szuper. Másik Canberra. Ahol most a kaja okés. A szakértő mehet szagérteni. Bor... nem... Érdekes, hogy a csodában nem lehet berakni. Vannak olyan csodák, ahova be lehet patintani szakértőt. Kenyér. Ja, a kenyérből legyen több. Abból baj nincs. És hogyan tudnám azt megcsinálni? Most ugye Canberrában nincsen terem, tehát bármit építhetek vele. Hogy a gurmét felhozzuk gyorsabb termelésre. Hát kenyérrel. Hogyha több kenyeret termelünk. Ahhoz pedig pékségkel. Nem tudom, hogy Canberrában építhetünk-e még pékséget. Mert lehet, hogy nem. Még építhetünk. Jó, elég sok pékség egyébként elfér. Meglepően sok pékség elfér. Úgyhogy ide jöjjön egy pékség. És ez két kör alatt el is fog készülni. Meltonba pedig... Itt megint azt, hogy az oltár az nincsen lekorlátozva. Itt azt is érdemes figyelni, mik azok, amiket nem tudunk építeni, mert nincs hozzá nyersanyag. Például a fellegvárhoz, erődhöz, arénához, mint beton kell. Iskolához kell könyv és papír, istálóhoz ló, virágos mezőhöz, meg festék. Most ezek közül, meg a könyvtárhoz papír. Ezek közül papír az, ami, meg a beton az, ami fontosnak tűnik. A beton az a kerámia műhelyben készül, az egyik opció. A másik pedig a malom, hogy termelje nekem papírt. Úgyhogy építsünk malmot. Hogy írja? Most okosan, most elolvasom kivételesen, hogy mit ír a játék. Plusz egy bónusz élelem a gazdaságok és a hozzá tartozó fejlesztések után, plusz 10 bónusz tárgykészítési termelése minden ipari fejlesztés után azon régió számára. Tehát ez ipari termelést ad a régióra, míg az elvileg az egész városra adja a többit. Tehát akkor csak olyan helyre érdemes ezt lerakni, ahol már zajlik ipari termelés, mondjuk a kerámia műhely mellé, mondjuk. A kerámia műhely... Ah, várj. Jó, akkor tök jó, mert a kerámia műhely pont most készült el. Lol. Meg a Timár műhely is. Illetve a kerámia műhely szerintem csak annyi, hogy az nem most készült el, hanem az most végzett a termeléssel. Ennek volt kiadva, hogy termelje a dekoratív vázát. Úgyhogy most akkor elkezdtek beton termelni. Szobrászati alapanyja még nincsen. Majd lesz, anyagot viszont fel tudunk használni hozzá, és akkor körönként egy beton le is fog jönni. Ami azért már nem egy rossz termelés. A másik pedig a tímár. Hol volt a tímárunk? Azt hiszem Canberrában volt a tímár. Hoppá, dekoratív váza mehet az ősök házába. Erre figyelhetnék jobban. Tehát hol a tímár? Ez a lassabb módja a megkeresésnek, amit most csinálok. De legalább át tudom nézni itt az épületeket is. Mondjuk, hogy az ekét hova lehet berakni, és meg is van a tímár műhely. A tímár készíthet bőrt, és készíthet szandált. A bőrt feldolgozzák, majd. A szandál az már azt is fel lehet dolgozni, de amúgy használhatjuk arra, hogy egészséget és termelést adjunk a városnak egyébként. Az tök jó. Mi kell a szandálhoz? Hát bőr. Jó, akkor kezdjük azzal, termelési láncok, hogy bőrt elkezdünk termelni. És a szörméből készülhet, és szörméből nagyon jól el vagyunk látva.
hogy a szörme, illetve anyag, valamennyi anyag is belemegy. Úgyhogy nagyon szépen fogja itt most termelni innentől kezdve a bört. A szörmét adunk itt a csóróknak, vagy nem tudom. Oda menjél, nézd meg ott mi van. Te meg még, hát lassan haza is jöhet ez a hajó. Griffithben épült meg az öntözéses gazdaság. Ez most rizset termel, a rizset fel lehet használni például tartósított élelmiszerekhez. És rengeteg, tehát 19.8, rengeteg rizset termelünk most. Termeljük meg, semmi vész, annyi, hogy Griffith most nem tud növekedni, mert hiányzik neki egy lakóház. Itt van a városközpont, akkor ide fogjuk lerakni a lakóházat. És talán meg is lehetne gyorsítani. Lakóház, mennyi lenne? 150, jó, legyen, készüljön el gyorsan. És utána nem is akarok visszajönni ide, hanem utána mondjuk a kecskét kapjuk ki onnan. Tövet fel azt a valamit, az mit fog nekem adni? Adott sót. Sót most remélem használjuk a pékségben. Nem használjuk a sót a pékségben. Azt hiszem, mert nincs elég. Na most már így jó. Most már jó. Most már a kenyérnek a termelése megnövekedett. Kétszer annyit termelünk, mint amennyit fogyasztunk. Ami egy jó deal. És négy fejlesztés lett meg. Az egyik egy vadásztábor, ez szörmét ad. Nem sokat, de ad szörmét. Oké, okay. A másik a lakóház, ez az, amit az előbb néztünk Griffithben. Ezek is csak megkapják a szokásos dolgokat, ami mindenkinek jár. Oké, okay. A harmadik az egy pékség, egy új pékség. És azt mondtam, hogy itt kenyeret akarok termelni, mert van még gabonám hozzá. Oké, okay, most már nincs. Lol. Mi lenne, hogyha tartósított élelmiszert termelnénk? Mert például rizs, az nagyon adja. Sót nem tudunk belerakni. De kenyeret igen. De az túl sok. Ez amúgy szerintem bugos egy picit. Nem akarom azt mondani mindenre, hogy bugos, de ez kicsit bugosnak tűnik. Most az élelemből jól állunk. Mondjuk kb. Semmit nem ad hozzá a termelés sebességéhez ez. Hogy most élelmet rádobtam. 1 per 6. Várjál, és ezek is 1 per 6. Oké. De azért mondtam a kenyeret, mert az kell a gurmé kajához. 1 per 2. Oké. És a gurmé most így hogy néz ki? Berakjuk a kenyeret, akkor most már az elbírja. És akkor így elvileg körönként lejön egy gurmé étel? Az gyanús. De hogyha így van, az fantasztikus. Mert akkor Timbuktu azt meg fog érezni azt a növekedést. Mennyi még itt a növekedés Timbuktunak? Nem Timbuktunak, a szomszédvárosnak, Új Kolindiébának. 7 kör, az sok. Félek, hogy új Gao oda fog menni. Pedig ez a terület, ez nem annyira jó Timbuktunak. Jó, azt mondom, hogy hát ha nem megy oda senki. Úgyhogy Blima felé terjeszkedek, mert ott két nagyon értékes dolog is található. Elfogyott a gurmé étel, de most már jó lesz, most már ez rendben fog jönni. Annyi, hogy kap még... Hú, mondjuk nagyon sok kaját nem tud kapni. Gyógyhatások készítményt, az talán pont tud. Igen, és akkor az is növeli a növekedési mértéket. Most már remélem egyenesbe fog állni így a gurmé étel termelés. A Canberrában pedig... Ez a faanyag, ez mindig nagyon kevés. Ha valahol használunk fel faanyagot? Tárgykészítéshez igen. Szerencsére ezt mind ki lehet olvasni a játékból, hogy hol meg mint. De legtöbbet a kereskedőházban. Nem, a műhelyben. Ebben a műhelyben biztos, hogy kell fa. Használjunk már helyette inkább anyagot. Ja. Ja, ugyanaz, csak anyagból nem vagyunk most nagyon negatív. Nem negatív van, csak azért ez kevés lesz ide. Egyik kereskedőház is fát használ. Pedig most már lehetne valami értelmesebbet is. Dekoratív vázánk már ugye nincs.
kosár, az abból nem lenne elég. Ú, mennyi pambutunk van, holy shit. Mondjuk ezt mindet elkereskedjük, de az nagyon kemény az a rengeteg pamut, és már csak több lesz ennél. És akkor még egy hasonló kereskedő épület van. De ezt ne csináld, légy szíves. Thank you. Ami fát használ árukereskedelemhez. De egyiket sem. Hát anyagot rakhatunk a helyére végül is. És akkor hogy fent tudjuk tartani ugyanazt a szintet, ami eddig volt. Canberra! Na most azt hiszem, hogy jó helyen vagyunk. Tehát most a termelésünk az eléggé rendben van. Úgyhogy fejlesztjük a gazdaságot. A betont kell majd elkezdeni, üveget most éppen nem termelünk, az is fontos lesz. Akár Flinders kaphat egy olyan épületet, amelyik üveget termel. És akkor az egy kerámia műhely, a műveget termel. Mondjuk ide. Mi van még? Milyen tét? Még mindig van tétlen város Kolontiéba? Ami 7 kör múlva fog szintet lépni. Nincsen amúgy szántóföldje még. Mondjuk annyira nem is jók a területek, hogy nagyon ragaszkodni kelljen hozzájuk szántóföldügyileg. De halászhajó például lejöhetne ide, ami azért adna kaját, kettőt. Ugye a kettőt dupláznál meg. Ezek meg csak simán. Csak annyi a baj vele, hogy a halászhajókat nem lehet fejleszteni. Vagyis majd csak a legesleg végén a játéknak lehet fejleszteni. Egyen magasabb szintre. De addig semmi. És ilyen nagyon kevés termelést biztosít. Ahhoz képest, mint hogyha akár egy nagyon basic területre le is raksz egy farmot, és aztán ellátod eszközökkel. De it's fine. Ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk a következő epizódban. Ahogy egy meteorit, azt majd ki kell szedni. Sziasztok!